Mire lesz rendes érettségi? Úgy tűnik, marad a jelenléti oktatás a bójaiban, a végzős diákok végre normális keretek között tehetnek tanúbizonyságot a tudásukról májusban. A diákok nagy része repes az örömtől, de vannak, akik a digitális oktatás adta előnyöket élveznék tovább. Szerelem a bójai falai között. Závori Erika tanárnő és Papszigeti Róbert tanár úr összekötötték életüket. Innen a stúdióból is sok boldogságot kívánunk nekik. Botrány a parkolóban. A 12-dések megint elfoglalták az összes helyet. Nem maradt hely a többi diáknak. Trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby. Don't be nervous, no. Köszöntöm a Fókusz nézőit! Az októberben megrendezett gólyabál idén is nagy sikert aratott. A gólyák ötletes produkciókkal szórakoztatták a közönséget. A Fókusz stábja ennek örömére felkereste a 2017-ben szerepelt Bólya izgat talent szereplőit, az akkori 9. NKN-eseket. Eltelte után megkerestük az akkori szereplőket és a zsűri tagjait, akik ma már a 12-dések. Nézzük, mi lett belőlük mostanra. Köszöntelek benneteket a stúdióban! A ti segítségetekkel beszeretnénk mutatni kedves nézőinek, hogy mi lett az egykori Boys Got Talent szereplőivel. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, szerintem mindhárman nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Pontosan. És Dorka, számodra melyik produkció volt a legélvezetesebb? Hát szerintem mindhármunk nevében mondhatom, hogy a Zsombor és a Sessy produkciója eléggé bénácska volt, de a végére szinte kedvencünkké vált. Zsombor, igaz, hogy nem jutottatok tovább a versenyen, de okoztatok egy-két vicces pillanatot? Hogyan állsz manapság a sporttal? Természetesen. Én és a lányok is nagyon sportosak maradtunk, szinte minden nap edzik a kondiban. Hétfőn és szerdán általában hasra edzek. A vállhát biceps napokat is nagyon komolyan szoktam venni, általában nagy súlyokra edzik.
És lányok, ti is szoktatok edzegetni? Hát természetesen mi is nagyon sportosak maradtunk, sokat szoktunk edzeni. Illetve test jóláknak is mindig 100%-ot nyújtunk, ez Geri bár is meg tudja erősíteni. Nóri, és neked melyik produkció volt a kedvenced? A Tollfelvásárlók igazából nekem nagyon tetszett, és nagyon kár, hogy a zsűritársaim nem így gondolták, mivel személy szerint én még néztem volna őket. Sajnos ti sem érhetünk el jó eredményt a 2017-es Boyz Got Talent műsorában, de úgy értesültünk róla, hogy azóta már hatalmas utat tettetek meg. Mi történt veletek az elmúlt 5 évben?
Igen, a Tollfelvásárlástól egy kicsit eltértünk, és felszenteltük az életünket a németnek, elvileg a mellének és a híresebbes DSD-nek. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles! Minden téma sport beszéltem. Die Fachberaterin, also die Lektorin, wird sicher ganz genau auch auf die Wortfolge aufpassen. Patti, könntest du, also ich habe jetzt schon gesagt, sich beschäftigen. Kannst du bitte einen richtigen Satz sagen? So, ich möchte mich mit dem Thema Sport beschäftigen. Mich mit dem Thema Sport beschäftigen. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz. Das soll man bitte mit ganz richtig eigentlich ausdrücken. Ja, natürlich möchten wir uns nicht nur mit dem mündlichen Teil beschäftigen. Wir haben nämlich auch andere Teile in dieser Prüfung. Schau mal, da gibt es die Eschkar, ganz wichtig, noch Lese verstehen mit vielen Aufgaben, ja, was wir schon oft geübt haben. Was ganz wichtig ist, ihr dürft eure Handys überhaupt nicht benutzen, ja, und da habe ich noch aufgeschrieben, ganz wichtig ist auch, dass wir Ende November die Prüfung vor uns haben. Ja, ich habe euch jetzt alles aufgeschrieben, was du bitte alles mitbringen sollst. Ja? 3 days later. Und damit ihr noch weiter daran üben kann, möchte ich euch Aufgaben aufgeben. Ja? Sternchen-Themen sind ganz wichtig. Ja? Unser letztes Thema ist Ausbildung. Also bitte schön, als Hausaufgabe über duales Studium noch lesen, ja, und da bitte Notizen machen. Da möchte ich euch noch bitten, über Eingliederung der Migranten ins Schulsystem bitte lesen, ja, wieder viele Seiten Notizen machen. Und da möchte ich euch aus diesem Buch noch 2 Modalsätze für die nächste Stunde aufgeben. Ja? Ist das zu machen? Ja. Hoffentlich. Guten Tag. Ich möchte 10 Dekagramm Pariser bitten. Was machst du? Nem értem. Ich möchte 10 Dekagramm Pariser bitten. Nem értem. Értsd már meg. Diese Sprachprüfung ist sinnlos. Most már tele van a tököm bele. Adolf, számodra melyik produkció volt a leggyengébb? Hát szerintem az a Dirty Dance produkció nem volt valami profi. Eléggé felkészülhet, mert érkeztek hozzá. Ti egy táncos műsorra próbáltátok a zsűrit elkápráztatni, habár ez nem éppen a terveitek szerint alakult. Mi történt veletek az elmúlt 5 évben? Fejlődött-e a táncolásotok? Latin vizekre elvesztünk, és belemélyedtünk a spanyol rejtelmeibe, Emilio második atyánk vezetésével. A törif, vagy cés civil tantárgyakra már nem is tanulunk, hiszen így is úgyis egyes. Rájöttünk, hogy ha órákig magolunk, akkor is csak 0,3 ponton fog múlni az a 2-es,
így inkább nem is tanulunk, általában így évente egyszer összejön egy ötös is. Ami a leghasznosabb tudásunká vált, az a vázlatírás. Mindig érthető és átlátható minden témában. Ja, és amúgy feszél nem azt jelenti, hogy nagyon könnyű. Általában két szót, ha értünk. Ma van az érettségi? Nem hiszem el, hogy már megint nem szóltatok. Hallod, miért nem szóltatok? Annyira szerencsétlen volt, hagyd már tovább. Beru, maradj már csöndbe! Jó, nyugi. Minden rendben lesz. Apukával átvettük az anyagokat, kikérdezett, elmagyaráztam a millió vászlataid. Felkészült vagyok. Ötös lesz. Ó, ez úgyis múj fászír lesz. Tudok mindent. Emilio mindent érthetően megtanított. Jó, az első, nem? Azt nem tudom. Nézzük a másikat. Hát, ez sem. Hát ez karó. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos días. Elige un tema, Jofi. Ah, vale. Los deportes. Los deportes en España, ¿sí? ¿Qué sabes? Sí, los deportes son muy populares en España. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, baloncesto, balón voleo, balón mano. ¿Y el más famoso? ¿Que Hungría no es tan buena en este? No sé, creo que es fútbol. Muy bien. ¿Y podrías decirme un ejemplo? No sé. Normalmente llevan el nombre de una ciudad. Oh, Valencia. Sí, pero la capital. Ah, es Madrid. Muy bien. ¿Cómo se llama el equipo? Es FC Madrid. En esta ciudad vive la familia real. Y una de estas palabras es... Oh, familia Madrid. No exactamente. Ah, entonces Real Madrid. Muy bien, perfecto. 1-1, no te preocupes. És kedves Júri, számotokra mi volt a legélvezetesebb produkció a műsor során? Hát... Szerintem a szemfényvesztők lehetett a legemlékezetesebb. Egyetértek, szerintem mind nagyon rákészültünk, hogy egy jó produkciót fogunk látni. Igen, maga az a koncepció nagyon jó volt, sajnos elrontották. Nem az lett belőle, amit elvártunk, de jól indult az elején. Dili! És Áronet! Niki és Nati, ha jól tudom, ti pár éve a Boyz Got Talent színpadán eltüntetetek egy szemét. Ami egy kicsikét balúsult el ez a dolog. Manapság hogyan álltak a bűvészkedéssel? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt évek során. Viszont egy kis baleset is történt. Mi is ez? Hát az az igazság, hogy eltüntettük két osztálytársunkat is, mikor korrigálni akartunk a történteket, akkor egy mexikai lányt felállítottunk az osztályunkba. De el is hoztuk őt magunkkal, hogy bemutassuk. Szia! Üdv a stúdióban! Kérlek, mutatkozz be! Milyen az új iskola? No entiendo lo que me dices. Un día estaba en México, otro día estoy aquí en Hungría, en una escuela que ni conozco, con gente estúpida, con maestros muy raros y con un idioma que no entiendo que está pasando, es como japonés.
Végezetül pedig megkérdeztük a 12D-t, hogy mit tanácsolnak a leendő bolyósoknak és a gólyáknak. Mindig legyenek pro-kontra érveid minden cselekedetedre, főleg német órákon. Mindig minden nálad 300 forint, menetlen is néha életmentő tud lenni. Fölöslegesen millió óráján puskázni, törődjetek bele az egyesbe. Ne félj segítséget kérni tanáraitól! Aztán úgy kicsit az ünnepségek, hogy én is kell ilyen megjelenes sportcipőben. Oh my Jesus! Gyönyörű! Stílus, elegancia, rajság, finomság. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. 5 év múlva találkozunk. Troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Nem, valaki amúgy. Ott a lózó. És akkor megint jöjjek? Nem, nem jöjjek. Valaki.